Ne etessük a vízimadarakat, erre hívják fel a figyelmet világszerte a témában járt a szervezetek, ugyanis ez a cselekedet, amellett, hogy szükségtelen, kifejezetten káros is. Orbán Zoltán, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület szóvivője elmondta, az emberek általi etetés hatására az állatok, különösen a fiókák esetében viselkedésbeli eltérések és különböző betegségek is felléphetnek. Nagyon súlyos emésztőrendszeri problémákat, illetve növekedési problémát szenvedhetnek és szenvednek el. Az egyik legsúlyosabbnak, amikor röpképtelen felnőtt madár válik belőlük, külön neve is van, ez az angyalszárny betegség, amikor az egyoldalú kenyérdiétától olyan torz tollazatuk, csontozatuk fejlődik ki, ami alkalmatlanná teszi a madarakat a repülésre. A szakember továbbá hozzátette, a vízimadarak etetése a szárnyasoknál úgynevezett öngyilkos viselkedés változást okozhat, amelynek hatására az érintett példányok jelentős mértékben, vagy akár teljesen felhagyhatnak a természetes táplálkozással, mindez pedig kikapcsolja a téli túléléshez nélkülözhetetlen vonulási szokásokat is. Az etetőhelyek kapcsán a másik óriási tapasztalat, hogy az ide szokott madarak, azok gyakorlatilag nem fognak ősszel télen elvonulni, tömegesen fagynak be és pusztulnak el a befagyó vizekben. Ezen kívül a parthoz csalogatott madarak nyelik be a horgot, tekeredik a lábukra és vágja le a lábukat a horgászsinór, ezért nem a horgászok a felelősek, hanem a vízimadarakat felelőtlenül etetők. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület arra kéri a lakosságot, hogy sem kenyérrel, sem a kacsaetető automatákból vásárolt táplálékkal ne kínálják a madarakat, ugyanis ez a kedvesnek tűnő gesztus az állatok egészsége mellett a vízminőségre is negatív hatással van, továbbá elősegítheti a fertőző betegségek terjedését.